Harmadik alkalommal szerveztek amatőr tornát azok a baráti társaságok, csapatok, akik rendszeresen játszanak a Sátoraljóújhelyi jégpályán. A Zempléni Amatőr Jégkorong Bajnokságon idén is 8 csapat vett részt. Igaz, ebben az esztendőben csak egy anyaországi csapat, a Zempléni Hiúzók szerepelt a tornán, a másik 7 résztvevő felvidéki volt. A döntőn ismét a Sátoraljóújhelyiek zárták a sort, és bár az eredményen ez idén sem látszott, a játékosok szerint technikai tudásban javult a 3 éve verbuválódott csapat. Talán egy kicsikét a korcsolyázásban sikerült előreléptünk, bár még ez is nulla, hogy most korcsolyázunk, de az előző évekhez képest mindenféleképpen fejlődés. Illetve talán az, hogy jobban érezzük a pályán egymást, jobban érezzük a játékot a pályán, nem csak lövöldözél a korongot vaktában mindenki, mert hát ami nagyon fontos, ami kívülről lehet, hogy annyira nem látszik, de a cseréknek az ütemessége, rugalmassága, mert azért az sem mindegy, hogy egy-egy helyzetben mennyire gyorsan tud cserélni az ember, milyen gyorsan tud lejönni a pihenni szándékozó játékos, és milyen gyorsan tud a helyére beugrani az, aki frissen megy föl. Ezek mind olyan apróságok, ami a jégkorongban nagyon fontos, hiszen egy rettentő gyors játékról van szó, szóval azt gondolom, hogy ezekben sikerült fejlődni. A torna célja idén is a csapatjátékok lezárása és a Sátoraljóújhelyi korcsolyapálya népszerűsítése volt. A résztvevő játékosok egész szezonban használták az új helyi jeget. A terepesi fedett jégcsarnok mellett egyre több Szlovákiában élő vendége van a pályának. Minden héten játszunk, és próbálunk itten is minél aktívabban részt venni a játékban, hogy szeretjük a jégkorongot, úgyhogy próbálunk minél többet a jegen lenni. A torna legfiatalabb játékosa a Zempléni Hiúzok csapatának kapusa. Schweitzer Bence még nyáron is edzett és készült a téli bajnokságra. 3 éve ismerte meg a sportot, a hétvégi mérkőzésen sikeresen védett. Nagyon nehéz volt, főleg, hogy elején elhúztak 2 góllal. Nagyon sokat kellett fognom ahhoz, hogy tudjuk tartani az eredményünket, de szerencsére volt egy-két jó védő, aki tudta segíteni a munkámat. Aztán, amikor ezt tudtunk szépíteni, akkor egy kis remény feltámad bennünk, és a harmadik harmadnak a legvégéig tudtunk hajtani, aztán sajnos egy hiba miatt kaptunk egy gólt, és így elszállt a lehetőség. A torna bajnoka Nagy Tárkány csapata lett, aki ezzel megvédte a tavalyi kupáját.